Szociális munkás képzések fejlesztése a több mint 110 millió forintos pályázatnak köszönhetően a gyakorlati oktatás még nagyobb hangsúlyt kap ezen túl a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Támogatói eljárásokat indított a NAV, több mint 1000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozást érint a Nemzeti Adó és Vámhivatal ellenőrzése. Közös jótékonyság folytatja, illetve kibővíti közös munkáját a Józsa András Múzeum és a Nyíregyházi Rotary Klub. Szerda délelőtt újabb együttműködési szerződést írtak alá. Több mint 110 millió forintos Európai Uniós pályázatból újul meg a szociális munkás képzés a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! Az egészségügyi kar duális képzés fejlesztésének lényege, hogy ezentúl a gyakorlati oktatás még nagyobb hangsúlyt kap, mint eddig. A pályázatot a Pécsi Tudományegyetemmel és a Győri Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban nyerte el az intézmény, amelynek a teljes keretösszege 405,5 millió forint. 1990-ben kezdődött a szociális munkás képzés a Debreceni Egyetemen, szociális munka alapszakon. Amikor lehetőség volt rá, mesterképzéseket is indítottak, ez idő alatt két mesterképzést tudtak akkreditálni, amelyek népszerűek a hallgatók körében. Egy 2017. szeptemberében indult EFOP-os pályázat keretében most lehetőség van az eddig jól működő alapszakot még színvonalasabbá tenni úgy, hogy duális képzéssé fejlesztik. A projekt ideje az 37 hónap, tehát most 2017. szeptemberben kezdtünk, és majd 2020. szeptember 30-án ér véget a projekt, és amit mi vállaltunk, az egyik, az a szociális munka alapszak duális képzésé történő fejlesztése és hallgatók oktatása ebben a képzésben, a másik pedig pedagógiai módszertani fejlesztés, ami főleg az oktatók pedagógiai tudásának és módszertárának a bővítését, fejlesztését jelenti, például informatikai fejlesztés, digitális tananyagok elkészítése, és a harmadik pedig különböző olyan mérőeszközöket szeretnénk kifejleszteni, amelyek mondjuk a szakmára való alkalmasságból mutatnak meg valamit, és mondjuk ezt már beépítenénk a képzésbe való jelentkezésbe. Ezentúl hozzátartozik a projekthez a felsőoktatási részvételt növelő és a lemorzsolódás kockázatát csökkentő programcsomagok kidolgozása és megvalósítása is. A projekt a Pécsi Tudományegyetemmel és a Győri Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban valósul meg, több mint 405,5 millió forintból, amelyből a Debreceni Egyetem valamivel több, mint 111 millió forintot kapott. A projekt kiemelt célja, hogy nagyobb hangsúlyt kapjon a gyakorlatorientáció. Úgy gondolom, hogy hegyet mászni tornateremben nem lehet megtanulni. Ki kell menni a hegyek közé, és a hegyek pedig többek között azon a területen is vannak, ahol én töltöttem az utolsó 3 évtizedemet, hiszen a szociális feszültség egy nagyon jelentős része halmozódik fel azon a területen, ahol én dolgozom. Nekem azért jelent nagyon sokat, hogy ez az oktatási intézmény, ami idestova már több mint negyed századra működik úgy, hogy együtt tudunk dolgozni, együtt tudják képezni azokat a szakembereket, amire nekünk roppant szükségünk van. És valószínűleg az oktatási intézménynek is nagy szüksége van a mi munkahelyünkre, hiszen a hallgatók ott tudnak felkészülni arra, hogy az ország minden részén hasznosítható szociális munkásokká váljanak. A megújuló duális képzés során a gyakorlóhelyeken nem csak dolgoznak, tanulhatnak is a hallgatók. Ez azt jelenti, hogy a hallgatói jogviszonyon túl munkahelyel, és ezzel együtt munkabérrel is rendelkeznek majd a diákok. Több mint 1000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozást érint a NAV támogatói eljárása. Azokat a mikrovállalkozásokat fogják vizsgálni a napokban, amelyek ritkán küldenek adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, vagy legalább egy hónapig nem ütöttek be semmit az online pénztárgépükbe, pedig kötelezettségük lenne. A vizsgálat során a szakemberek semmilyen szankciót nem szabhatnak ki. Támogatói eljárásokat indított a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Ez azokat a mikrovállalkozásokat érinti, amelyeknél az adóhatóság a rendelkezésre álló és a bevallási adatok között jelentős eltérést talált. Azoknál a vállalkozásoknál is megjelenhetnek a revizorok, akik legalább egy hónapig nem ütöttek be semmit az online pénztárgépükbe, viszont ez alatt az idő alatt is nyitva volt az üzletük.
Azokat a vállalkozásokat fogjuk vizsgálni támogató eljárás keretébe, akik kötelezettek az online kassa használatára. Ez azt jelenti, hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 10 000 vállalkozásnak kell üzemeltetni az online pénztárgépet. Ebből a 10 000 vállalkozásból körülbelül 7500-nak van biztosan beüzemelve az online pénztárgépe, és 6400 körül küldenek adatokat. Az e fölött lévő számokat természetesen ellenőrizni fogjuk, tehát azokat a vállalkozásokat, akik folyamatosan nem küldenek, vagy csak ritkán küldenek adatot a NAV felé, mindenképpen meglátogatjuk ennek a támogató eljárásnak a keretében, illetve azokat is, akik egy hónapon belül semmilyen adatot nem küldtek a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé. Hasonló elven dolgoznak a NAV szakemberei az EKR adatokkal is. Az utaztatásos áfacsalások kiszűrésére létrehozott EKR-ben országosan közel 55 000 regisztrált vállalkozás 16 millió szállítmányának adatait elemzik a NAV szakemberei. Fontos tudni, hogy a támogatói eljárás nem egyezik meg az ellenőrzési eljárással. Ha a NAV munkatársai támogatói eljárást indítanak, akkor az érintett cégek képviselői személyes segítséget kapnak a revizoroktól, akik az eljárás keretében rendezett jogsértések miatt semmilyen szankciót nem szabhatnak ki. A támogató eljárás lényege, hogyha bármilyen jellegű hiányosságot tárunk fel, akkor a revizorok általában segítséget nyújtanak, nem pedig mulasztási bírságot szabnak ki az adózóra. Ez azt jelenti, hogy ilyenkor meg fogjuk vizsgálni azt, hogy az online kassa pontosan miért nem üzemel, hogyha esetleg hiba az oka, akkor ezt miért nem jelentette be 15 napon belül a vállalkozás a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, hogy ez a kötelezettsége lett volna, és a mulasztásért nem szabunk ki mulasztási bírságot. Ugye az ellenőrzésnek a lényege pedig az, hogy akár 200%-ig terjedő mulasztási bírsággal is sújtható, hogyha hiányosságot tárunk fel. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei adózók által üzemeltetett online pénztárgépeken ebben az évben több mint 110 millió nyugtát bocsátottak ki, 208 milliárd forint összegű forgalmat regisztrálva. Folytatja, illetve kibővíti közös munkáját a Józsa András Múzeum és a Nyíregyházi Rotary Klub. Szerda délelőtt újabb együttműködési szerződést írtak alá. Első közös programjuk az idén már 8. alkalommal szervezett Mikulás ünnepség, de közös adománygyűjtést is indítanak decemberben. Jövőre egy tapintható kiállítást szeretnének létrehozni a fogyatékkal élők számára a Nyíregyházi Kulturális Intézményben. A humanitárius szolgálatot végző szervezet, a Rotary Klub már évek óta együttműködik a Józsa András Múzeummal. Közös rendezvényük az idén december 1-ére szervezett Mikulás ünnepség is, amely egy szinte egésznapos programot jelent a gyerekeknek a múzeum falai között. A Nyíregyházi Rotary Klub mintegy 400-450 gyermeket hív meg erre a napra, a fogyatékkal élőket ápoló szervezetektől, illetve az őket oktató intézményektől. Ebben az évben jótékonysági csomagokat is ajándékoznak majd a résztvevőknek. A mostani együttműködés az évek óta aktív kapcsolat folytatása, illetve annak kibővítése. Fontos azért, mert a múzeum élére új vezető került a közelmúltban. Fontos azért, mert többet akarunk, mint eddig. És fontos azért, hogy a szerződések hosszabb távon is biztosítják az együttműködést, nem mintha a kontinuitás eddig is nem lett volna meg, de tudni kell, hogy a Rotaryban például minden évben rotáció van a vezetővel, és egymásnak adjuk át a hagyományokat, viszont így minden törvényes keret is megvan az együttműködésre. A közös tervek között szerepel, hogy a budapesti kézzel fogható egyesülettel közösen egy tapintható tárlatot is kialakítanak a Józsa András Múzeumban, amely a fogyatékkal élőknek is nagy élményt jelent majd. December 1-én ünneplik a Józsa András Múzeum napját is. Reggel a hagyományok szerint Józsa András sírjánál egy koszorúzással kezdődik majd a megemlékezés, közölte az intézmény igazgatója. Utána pedig a Városházának a dísztermében beszámolunk a 2017. évi múzeumi tevékenységünkről. Itt többek között egy igazgatói beszámoló lesz, a régészeti, a történeti osztály beszámolója, a sóstói múzeumfalu beszámolója, és a három intézmény múzeum pedagógiájáról is egy értékelés elhangzik. Miután ez megvolt, azután visszajövünk megint ide a múzeum falai közé, mert a nyíregyházi testvérvárosunk, a Zsesov, onnan a lévő múzeumból hozunk egy gyönyörű szép időszaki kiállítást, és ezek a betlehemek lesznek. Hát ezt lengyelek szopkáknak hívják, ezek gyönyörű szép fafaragványok, kézzel készített templomi makettek, és így tovább. Tehát egész adventi időszak alatt ez látható lesz, sőt, még tovább is. A lengyel vendégtárlat január 15-ig látogatható majd a nyíregyházi intézményben. A Józsa András Múzeum a Rotary Klubbal közösen egy adománygyűjtést is indít.
Kisdobozni szeretett címen várják a cipősdobozni ajándékokat december 20-áig, amelyet végül a Nyíregyházi Rotary Klub oszt majd szét a rászorulók között. Az adományozókat egy belépővel jutalmazza a múzeum, amelyet 2018. január 31-éig használhatnak fel. Az ajándékkal teli cipősdobozokat a múzeum épületébe, a Benc úr térre várják. Gyalogos gázolás történt keddesten Nyíregyháza Nyírszőlősön. Egy gyalogos a Szegély utcai csomópontban szeretett volna átkelni az úttesten, azonban az ott közlekedő terepjáró már nem tudta őt kikerülni. A gyalogost a mentők kórházba szállították, a baleset körülményeit pedig a rendőrség vizsgálja. Az Orosi úton figyelmetlenül váltott sávot egy kamion és elsodorta a mellette párhuzamos sávban szabályosan közlekedő személygépkocsit kedden. A kamion előbb maga elé fordította a járművet, majd több méteren keresztül tolta maga előtt az úton. A balesetben személyi sérülés nem történt, az anyagi kár viszont jelentős. Zenés műsorok és táncos előadások szerepeltek a fogyatékkal élők megyei művészeti találkozójának programjában. A rendezvényről hamarosan, előtte nézzük a híradó további témáit. A Mikulás a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás sportolóit is megajándékozza. December 6-án az Egyesület hagyományteremtő szándékkal rendez Mikulás napot a Continental Arénában, ahol nem csak díjazzák a legjobban teljesítő sportolókat, hanem egy dicsőségtáblát is elhelyeznek az épületben, amely az év során elért eredményeket hirdeti majd. Kosárlabdában, röplabdában és labdarúgásban mérkőznek meg a csapatok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportnapokon. A 8. alkalommal megrendezett versenyen a megye közel 30 csapata méri össze tudását 3 napon keresztül. A rendezvény célja a sportoláson túl az is, hogy a megye diákjai ilyen módon meg is ismerjék egymást. Zenés műsorok és táncos előadások szerepeltek a fogyatékkal élők megyei művészeti találkozójának programjában. A Nyíregyházi Esélycentrumban rendezett eseményen a számos színpadi produkció mellett kreatív kiállítást is láthatott a közönség, amelyen az egyesületek csoportjai által készített rajzokat, verseket, karácsonyi díszeket mutattak be. Zenés táncos színpadi előadással kezdődött a 2. alkalommal megrendezett a fogyatékkal élők művészeti csoportjainak találkozója és társszervezeteinek közös kreatív kiállítása a Nyíregyházi Esélycentrumban. A rendezvény célja, hogy a résztvevő fogyatékossággal élők megmutathassák, az eltett egy évben milyen fejlődésen mentek keresztül, és milyen kreatív, fejlesztő és felkészítő munkát végeztek az intézmények szakemberei. A megyéből számos egyesület készült produkcióval az eseményre. Kisvárdáról, Csengerből, Ökörítófülpösről, Nyíregyházáról, Magdaléneum és Évfolyész Mozgássérült Egyesület. Tehát a társegyesületeket meghívtuk, aki tudott, az igyekszik eljönni, most részt is vesz, sőt egyénien is lesznek az ifjúsági csoportban, Medibol labda bemutató, meg hát kiállítás is van, amit meg lehet tekinteni. A Megoldás Közhasznú Egyesület Kisvárdáról érkezett. Nagy izgalommal várták a mai eseményt, ők színpadi műsorral készültek a találkozóra. A rendezvényre a fiúk és egy lány kíséretében egy tánccal készültünk. Mindig nagy szeretettel várják és fogadják, hogyha bárhova elhívnak bennünket. Nekik ez a mindennapi életben nagyon fontos. Nagyon nagy izgalommal jöttek, nagyon várták most is, hogy jöjjünk. A találkozóval egyidejűleg egy kreatív kiállítást is megtekinthettek az érdeklődők, ahol az ellátottak által készített ékszereket, karácsonyi díszeket, rajzokat és verseket mutattak be. Abai Anita egy éve ír meséket és foglalkozik rajzzal. A Napos Oldal Sérült Emberekért Egyesület pályázatának keretein belül 163 meseközül a Nyíregyházi lányi is helyet kapott a Napos Mesék című mesekönyvben. Egy olyan mesét kellett írni, aminek az egyik főhőse az valamilyen fogyatékkal él. És az én mesém, az mindkét szereplője fogyatékkal él, egy kisfajúról szól, akinek eltörött a szárnya, és kóborul az erdőbe, és akkor kijut teljesen az erdőből, és akkor össze fog találkozni a városban egy kislánnyal, aki árva és bicebóca is lesz, és majd az ő kalandját fogom végig leírni, hogy miken mennek keresztül, mert milyen nehézségeken, és akkor a végén pedig happy end-el fog majd végződni.
A találkozón elhangzott, az ehhez hasonló találkozók mellett az is fontos, hogy az egészséges emberek más területeken és programokon is találkozzanak a fogyatékkal élőkkel, így lássák, megismerjék és elfogadják őket. A Mikulás a Nyíregyházi Sportcentrum utánpótlás sportolóit is megajándékozza. December 6-án az Egyesület hagyományteremtő szándékkal rendez Mikulás napot a Continental Arénában, ahol nem csak díjazzák a legjobban teljesítő sportolókat, hanem egy dicsőségtáblát is elhelyeznek az épületben, amely az év során elért eredményeket hirdeti majd. A focistákon túl közel 1300 utánpótláskorú sportolóval és 100 ilyen versenyzővel büszkélkedhet a Nyíregyházi Sportcentrum, amely így az ország egyik legnagyobb sportegyesülete. A klub most a fiataljait, illetve a szülőket, edzőket várja egy közös évzáró rendezvényre a Continental Arénába. A december 6-ai Mikulás nappal egy új hagyományt szeretne teremteni a sportcentrum, ugyanakkor az is cél, hogy egy kicsit megmutassa magát az egyesület. Fontos szempont volt ez is, hiszen nagyon sok gyerek sportol itt a sportcentrumban. Én azt gondolom, hogy ha minden gyermek itt lesz, illetve minden apuka, anyuka, esetleg nagyszülő is ellátogat erre a rendezvényre, közel 2000-re leszünk majd a csarnokban. A sportcentrum sportolói számos területen bizonyítottak már, atlétái és úszói az ország élvonalába tartoznak, a legmagasabb utánpótlás korosztályban pedig mindhárom csapatsportágban kiemelkedően teljesítettek versenyzői, kosárlabdában és kézilabdában junior bajnokok lettek, női röplabdában pedig a döntőig meneteltek. A legjobbakat külön is díjazni kívánja a sportcentrum, a 80 aranyérmet szerzett versenyzőjükről egy közös fotó készül majd. Ugyanakkor az érmeseknek ezentúl évről évre egy más módon is emléket kívánnak állítani. Tulajdonképpen megvizsgáltuk azt, hogy a Nyíregyházi Sportcentrumos sportolók országos bajnokságokon hány arany, ezüst, illetve bronzérmet szereztek, és ezeket különböző pontokkal értékeltük, és későbbiekben összeadtuk ezeket a pontértékeket, és majd centiméterben szeretnénk egy diagramot elkezdeni az előtérben, amelyet minden évben szeretnénk folytatni, hogy hány, illetve milyen eredményességgel vettek részt a sportolóink ebben az évben. A Mikulás napról senki nem tér haza üres kézzel, minden ifjú sportoló ajándékot kap, illetve egy sztár fellépővel is készülnek a szervezők, a résztvevők Opitz Barbit láthatják majd a színpadon. A rendezvényen egyúttal bemutatják a Nyíregyházi Sportcentrum új logóját is. Kosárlabdában, röplabdában és labdarúgásban mérkőznek meg a csapatok a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportnapokon. A 8. alkalommal rendezett versenyen a megye közel 30 csapata méri össze tudását 3 napon keresztül. A rendezvény célja a sportoláson túl az is, hogy a megye diákjai ilyen módon megismerjék egymást. Kosárlabda mérkőzéseket hívtak a nyíregyházi Sipkai Barna középiskolában. Előbb a lánycsapatok mérkőztek meg egymással, majd a fiúk mérték összetudásukat. 3 nap alatt 3 helyszínen közel 700 megyebeli általános és középiskolás sportoló mérkőzik meg egymással Nyíregyházán, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei sportnapokon. A kosárlabdán kívül röplabda és labdarúgó bajnokságban versenyeznek a fiatalok, külön női és férfi kategóriában. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gyermek és ifjúsági önkormányzat és a központ ifjúsági egyesület már 8. alkalommal szervezte meg a megyei sportnapokat. Az eseménynek az a célja, hogy minél több olyan fiatal bevonásra kerüljön, akik vagy alapvetően űzik a különböző sportágokat, vagy csak alapvetően a sport szeretete miatt szeretnének ellátogatni egy ilyen eseményre. Nincsenek nálunk megkötve azok, hogy igazolt játékosok, amatőr játékosok, nincsenek nálunk megkötve azok, hogy csak különböző korosztályokban lehet játszani csapatokat, hanem tényleg, hogy egy intézmény úgy gondolja, vagy a testnevelő kollégák úgy gondolják, hogy szívesen összeállítanak egy-egy csapatot, akkor azt megtehetik. Akár profi játékosokból, akár amatőr játékosokból. A versenyen túl a rendezvény célja, hogy a megye csapatai és fiatalai jobban megismerjék egymást, illetve hogy népszerűsítsék a folyamatos testmozgást, az egészséges életmódot, valamint a különböző sportágokat. A megyei diák önkormányzat célja a fiatalok számára a szabadidő hasznos eltöltése, és ennek az egyik legjobb módja igazából a sport. Ezt szerintem bárki megmondja, és nagyon jó látni, ahogy itt a fiatalok összejönnek, új barátságok szövődhetnek akár, és ellenfelek közt is látom azt az ismerősi viszonyt, ami fennáll. Tehát ez is egy módja, hogy összehozza őket. A versenyre a megyében működő általános és középiskolák, illetve sportegyesületek közel 30 csapata érkezett, megközelítőleg 20 intézményből, többek között Nyíregyházáról, Ibrányból, Kisvárdáról, Fehérgyarmatról, Nagykállóból, Újfehértóról és Tiszavasváriból. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden.
Több mint 110 millió forintos Európai Uniós pályázatból újul meg a szociális munkás képzés a Debreceni Egyetem egészségügyi karán. Az egészségügyi kar duális képzés fejlesztésének lényege, hogy ezentúl a gyakorlati oktatás még nagyobb hangsúlyt kapjon, mint eddig. A pályázatot a Pécsi Tudományegyetemmel és a Gyűri Széchenyi István Egyetemmel konzorciumban nyert el az intézmény, amelynek a teljes keretösszege 405,5 millió forint. Több mint 1000 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozást érint a NAV támogatói eljárása. Azokat a mikrovállalkozásokat fogják vizsgálni a napokban, amelyek ritkán küldenek adatokat a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé, vagy legalább egy hónapig nem ütöttek be semmit az online pénztárgépükbe, pedig kötelezettségük lenne. A vizsgálat során a szakemberek semmilyen szankciót nem szabhatnak ki. Folytatja, illetve kibővíti közös munkáját a Józsa András Múzeum és a Nyíregyházi Rotary Klub. Szerda délelőtt újabb együttműködési szerződést írtak alá. Első közös programjuk az idén már 8. alkalommal szervezett Mikulás ünnepség, de közös adománygyűjtést is indítanak decemberben. Jövőre egy tapintható kiállítást is szeretnének létrehozni a fogyatékkal élők számára a Nyíregyházi Kulturális Intézményben. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták, november 22-én szerdán, friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra! Holnap is folytatódik az egyhangú borongós párás idő. Egy tőlünk északnyugatra elhelyezkedő ciklon előoldalán továbbra is meleg levegő áramlik fölénk a magasban, és az ebből adódó fordított hőmérsékleti rétegződés okozza az erős köthajlamot. Az éjjeli órákban is borult marad az ég, párás lesz a levegő, és többfelé ködre is számítani kell. Szitálás is előfordulhat. A változó irányú szél gyenge marad. Reggelre általában 3 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben is párás, helyenként tartósan ködös idő várható, néhol szitálással. A változó irányú szél gyenge marad. Délutánra 5 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnapra megszűnik a melegfronti hatás térségünkben. Változás leghamarabb szombaton történhet időjárásunkban, amikor többfelé megélénkülhet a szél és megszűnhet a párásság. Szombat este egy hidegfront éri el térségünket, így vasárnap erősen felhős, esős idő lesz a jellemző. A front mögött erős lesz az északnyugati szél. A jövő hét első napjaiban változékony időre van kilátás, ekkor már a nap is kisüt, de szorványosan záporok, hózáporok is lehetnek.